Még szeptemberben rajt volt az alapszakasz a Nyíregyháza Tigers U19-es amerikai futballcsapatának. Az eredmények felemásra sikerültek, a Tigrisek két győzelem mellett két vereséggel zártak a bajnokság első körében. Két vereség, két győzelem, mondhatnánk, hogy egy sima, egy folytott, viszont azt tudom mondani, hogy nagyon fiatal keretről van szó, tehát annak ellenére, hogy U19-es bajnokságról beszélgetünk, nagyon sok a 17 év körüli játékosunk, tehát ez egy nagyon-nagyon jó potenciált magában rejlő keret. A Tigrisek a Wanderers-t és a Gladiators győzték le, illetve a Miskolc Steelers-től és a Budapest Cobras-től szenvedtek vereséget. A nyíregyházi csapat így is bejutott a playoffba, ahol vasárnap idegenben a Budapest Wolves lesz az ellenfelük. A farkasok eddig veretlenek a bajnokságban, a találkozó esélyeseinek is ők számítanak. Bár minden a Wolves mellett szól, a Tigers azért szeretne meglepetést okozni. Én azt gondolom, a farkasok is egy nagyon fiatal kerettel fognak kiállni, viszont ami döntő lehet, az az edzésmunka. Megpróbáltunk mi is mindent megtenni annak érdekében, hogy azt a minőségi edzést kapják meg a játékosaink, mint a budapestiek. Ám ott az infrastruktúra és az anyagi háttér is ugye más, tehát ott műfőn edzenek világítással, heti 3 minőségi edzéssel, tehát azt tudom mondani, hogy a mi körülményeink kicsit szerényebbek ugyan, de reméljük, hogy felvesszük velük a versenyt. A Nyíregyháza Tigershez kapcsolódó hír, hogy jövő héten csatlakozik a csapathoz az új amerikai vezetőedző, aki mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás csapatot koordinálja majd. Utóbbinál kiemelt cél, hogy hosszú távon minél több játékos kineveljenek a nagy csapat számára. Az sem elképzelhetetlen, hogy a most elődöntős fiatalok közül néhányan már tavasszal bemutatkozhatnak a felnőtteknél.